Sziasztok srácok, én Lippi vagyok, ez itt a Freestyle Foci, és hát közeledik a világbajnokság, és hogyan találhatnék aktuálisabb témát, mint hogy tanuljuk meg újra közösen a világkört. Kedvenc kérdésem az szokott lenni, hogy amikor találkozunk, és már csináltunk belőle 500-600 darabot, akkor megkérdezitek tőlünk, hogy figyelj már, te tudod a világkört? Szóval mielőtt belevágnánk a lépésekbe, hogy hogyan tudod legegyszerűbben megtanulni a világkört, ugyanis ez kb. 2-3 órás feladat bárkinek, mert ez nem a gyorsaságról szól, tisztázzuk egy kicsit a nevet. A világkört úgy hívják angolul, hogy Around the World, és ez azt jelenti, hogy ATV, mi így rövidítjük, és minden trükk mögött ez van. Sokan a világkört brazilkörnek hívják itthon, ami teljesen téves elnevezés, ugyanis a brazilkörnek a hivatalos neve az, hogy óra, és ez azt jelenti, hogy a különböző testrészeiddel mindig egyet dekázol bele a labdába. Másik kedvenc elnevezésem pedig a villámkör, ami nagyon érdekesen abból alakult ki, hogy sokan félreértik a világszót, és emiatt villám maradt meg bennük, mert egy nagyon gyors kerülésről van szó. Szerintük, már pedig szerintünk a világkör egy nagyon lassú kerülés. Focisták között amúgy a világkör eléggé alapnak számít, és nem bárt, hogyha mind a két lábbal minden irányba tudod őket. Kezdjük azzal, hogy milyen ruházatban, labdával, illetve cipővel érdemes gyakorolni a világkört. Először is teljesen rövid öltözet legyen, mert a hosszú gatyába, a hosszú pulcsiba befülletsz, illetve nem tudod meg kinyújtani eléggé a lábadat, hogyha az nagyon feszül. A második a cipő. Rajtam Nemesis Street van, nagyon-nagyon király utcára, viszont van egy elég nagy sarka, úgyhogy ezt most le is cseréljük. Illetve a legjobb a bokazokni, mert hogyha van rajta sportszer, akkor le tud csúszni a labda, miközben futszalba tartod. És az utolsó ugye a labda, igazából teljesen mindegy, hogy milyennel gyakorolsz, az a lényeg, hogy azért tapadjon, ne legyen nagyon csúszós a felülete. Ha már világkör, akkor nem árt, hogy egy kicsit technikásabb vagyok, mint az oroszok, úgyhogy így van a spanyoloknak a hazai meze. És mit kell tudnod a világkörhöz, mielőtt nekiindulsz? Hát nagyon egyszerű, nagyjából két dolgot, az egyik a futsztal, ami ugye így néz ki, a lábfejen való megtartás, a másik pedig egy nagyon jó labda felvétel. Nagyjából ez. Illetve egy plusz dolog, nem árt, hogyha tudsz piciket egy lábbal dekázni. Itt nagyon fontos az, hogy ne tedd le a lábfejedet, tehát ne így dekázzál, hanem így piciket. Majd két lábbal. Most fordítva fogunk haladni, nem a lépésekkel kezdjük, hanem a hibákkal, mert ez a legnagyobb probléma. A legnagyobb hiba az, hogy dekáztok, valahogy így, felrúgjátok és megpróbáljátok megkerülni. Irgalmatlanul nehéz, nagyon kevés az esély arra, hogy így bármikor valaha az életben is sikerülni fog. Második legnagyobb hiba az, hogy egyszerűen ki van nyújtva a térdetek így előrefele, és ezáltal csak előrefele tudjátok megkerülni a labdát, és nem a labda körülmentek, hanem így előre dobjátok a labdát. A harmadik hiba, hogy túl alacsonyra vagy túl magasra rúgjátok a labdát, mikor elindítjátok a világkört. Ugye, hogyha túl alacsony, akkor nincs elég időtök megkerülni, hogyha túl magasra, akkor meg nincs elég helyetek, mert bele fog akadni a lábatok. Az utolsó hiba pedig az, hogy egyszerűen már jó a mozdulat, meg tudnátok csinálni, de az a hiba, hogy egyszerűen nem kerülitek meg a labdát, és elhúzzátok a labda mögött a lábfejeteket. Ezt én már nem biztos, hogy meg tudom csinálni így 10 évnyi világkör gyakorlás után, de felhúzom, nagyjából ez a helyzet. Mivel 10 évvel ezelőtt tanultam meg az első világkörömet, ezért már elég jól tudom, hogy hogyan kell ezt igazából nagyon gyorsan elsajátítani. Az első lépés az, hogy ugye tudjál egy jó futszalt, egy jó labdafelvételt, illetve párat tudjál dekázni egy lábbal úgy, hogy nem rakod le a lábfejedet a földre. A második lépés az, hogy eldöntöd, hogy melyik irányba akarod megtanulni a világkört. A kifele szerintem egyszerűbb, bár én a befelé tanultam meg, méghozzá úgy, hogy labdafelvételből egyszerű megcsinálni a befele világkört, ami nagyjából ennyi, kifele pedig úgy, hogy futszalon van a labda, és megkerüljük egyszer. Értelemszerűen azt kezd el gyakorolni, amelyiket könnyebbnek érzed, és mondjuk a genetikáthoz közelebb áll. Szóval, hogyha neked a befele jobban tetszik, de a kifele jobban fog sikerülni, és jobban érzed, hogy az megy, akkor kifele világkör tanuljál meg. Harmadik lépés, hogy értsük meg a mozdulatot. Először a kifele világkörrel fogom kezdeni, mert az könnyebb. Arról van szó, hogy felteszed futsztalra a labdát, és megkerülöd. Na de a lépései. Felteszed magadnak futsztalra a labdát először kézzel, hogyha még nem megy maga biztosan. Felemeled a lábfejedet a talajról, lényeg, hogy döntve van mind a két térded, és nézed azt, hogy kicsit megdöntöd a labdát, és a kislábujjad fele elindul a labda, és amint eléri a kislábujjadat, felfele elhúzod a lábadat, és megkerüled a labdát. Nézd csak, ennyi az egész. Szóval még egyszer így a legegyszerűbb, rárakod, ide tartod, elindítod le, hogy leguruljon kifele, és amint eléri a kislábujjadat, felhúzod a labdát. Negyedik lépés, most nézzük a befele világkört, ez egy kicsit nehezebb. Most megmutatom, hogy mit ne csináljatok, mert nagyon fog fájni a lábatok. Hogyha befele akarjátok megkerülni futsztalban, ugyanez a helyzet, csak nem a kislábúj fele indul a labda, hanem a nagylábúj fele, és azzal húzzuk meg. Viszont ez jóval nagyobb erőt kell, hogy kifejtsél, hogy ez meglegyen, tehát valami ilyesmit,
Én ezért azt javaslom, hogy inkább labdafelvételbe, ugyanis sokkal egyszerűbb, mert a labdafelvételt minden esetben itt a nagylábújjal csinálja az ember, és csak ennyit kell csinálni. És akkor még egyszer teljesen megértjük az egészet befele is. Arról van szó, hogy rátették futszára a lábunkra a labdát, nagylábújra legurítjuk, és amikor eléri a nagylábújt, egy jó, erős, felfele húzó mozdulattal megkerüljük azt. Nagyon fontos, hogy a labdának pörögnie kell mind a két irányba, tehát hogyha kifele kerüljük, ebbe az irányba pörög, ha befele, akkor ebbe, mert ha nem pörög, akkor egyszerűen nem tudod megcsinálni. Nagyon fontos, hogy miközben gyakorlod a világkört, mind a két térded legyen hajlítva, legyen az kifele vagy befele, mert hogyha a támaszkodó lábad nyújtva van, akkor nem tudsz majd korrigálni, hogyha pedig a kivitelező lábad van nyújtva, egyszerűen előre fogod dobni a labdát, ahogy már mondtam, illetve a legfontosabb és az utolsó lépés ugye az alárugás, itt csak annyi a lényeg, hogy felfele feszítsd a lábadat, hogy felfele is jöjjön a labda, hogyha lefele, akkor értelemszerűen a talajra fog esni a labda. Ugye ez a rossz példa. Ha megy a világkör valamelyik irányba biztosan, akkor utána tanuljátok meg dekázásból, igazából ugyanaz, dekázzál piciket, majd fogod és megindítod egy húzó mozdulattal. Ennyi az egész. Ha pedig már magabiztosan megy a világkör dekázásból is, akkor próbáljátok meg kettőt, nagyon egyszerű, itt a videó meg tudjátok belőle tanulni, de amúgy ennyi az egész. Köszi srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni, és jó tanulást a VB során, illetve írjátok le kommentbe, hogy ti kinek szurkoltak a VB-n, mert én még nem tudtam eldönteni. Sziasztok!